Van gyerekkorodnak meghatározó illata, vagy helye? Hú, nem is tudom. Illata az talán nincs, de hely az van. Tópart, vagy szalonnos ütés. Igen, volt a házunkhoz, nagyon közel egy telepen laktunk, katonai lakótelepen, és annak a végében volt egy bányató. És oda minden nap lejártunk, és ott tüzeztünk, égettünk, szalonnát sütöttünk. Az nagyon bennem maradt. Volt egy kicsi kék szék, egy kis sámli, és akkor azt mindig kellett vinni a szalonnás sütéshez, hogy én arra ülök. Meg vérszerződést kötöttünk, teljes zacskót olvasztottunk a kezünkre, rátekertük egy botra, és hát ki kellett bírni, hogy rá sül az a meleg műanyag, tudod, az a forró műanyag. Akkor ennek még illata is van. Igen, ez eléggé megmaradt bennem, vagy kevés dologra emlékszem a gyerekkoromból, de erre nagyon. Van számodra emlékezetes vizsga előadásod a színművészetiről? Van egy, ami emlékezetes, mert abban azt nem tudtam befejezni. Az maradt a legemlékezetesebb? Az. Volt egy Ványa bácsi, az osztályfőnökünk rendezte, Marton László. És elkezdtük próbálni, és én a Szonyát játszottam benne. És nem tudtam befejezni, akkor nem akarok róla hosszan beszélni, de akkor lettem beteg. Akkor derült ki egy betegség, ami aztán sokáig, éveken át tartott, és nem tudtam befejezni, és úgy belém ragadt az a szerep, és azóta se osztották rá. Most már kisöregettem belőle, de akkor voltam 22 éves, tehát az időbe belefért volna egész mostanáig. De ezt nem játszottam el, és ez nagyon, nagyon mély nyomot hagyott bennem, mert kész voltam már vele. Az valahogy úgy belém sült. Fájdalmas érzés. Te inkább leírsz, beszélsz, vagy hallgatsz? Hallgatok. Én hallgatós vagyok. Leírni nem. Nagyon régen próbálkoztam naplót írni. 2 évig írtam körülbelül, de akkor tényleg minden nap. Még füzetben nem volt még ilyen számítógép mánia. Hát mi volt Sinclair, vagy mik voltak azok a gépek? A Commodore előtt. Commodore 64 igen, volt, a Sinclair. Igen, az volt ilyen kis pici. De nem, kézzel írtam. És miért hagytad abban? Nem tudom, mi az oka. Egyszer csak úgy elhagytam. Biztos valami kényszerből írtam, vagy talán szükség volt rá. Olvastad őket később? Igen, de nem szeretem elolvasni, mert nagyon bután tartom magam. Amiket akkor írtam, az olyan nagyon bután hangzik, vagy olyan furcsa találkozni azzal. Szoktál hallani? De megvan a könyves polcomon, eltettem. Majd lehet, hogy egyszer elolvasom megint. Egy pár éve olvastam, hogy végis mi volt az életemben akkor. De nem vagyok egy írós típus. Mit szeretsz jobban, hogyha van párhuzam közted és egy szerep között, vagy hogyha egy tőled teljesen idegen karaktert kell megformálnod instrukciók és a képzeleted alapján? Mind a kettőt nagyon szeretem. Ugye amelyik közel áll hozzám, vagy esetleg úgy érzem, hogy ez belőlem fakad, ez a szerep, vagy találok benne közös pontot, a szerep és önmagam között, akkor az azért jó, mert ugye az ember nagyon sok mindentől megszabadul. Fájdalmától, örömétől, bánatától, rengeteg dologról tud beszélni, úgyhogy egyébként nincs rá módom. Mert, hogy, mint az előbb kérdezted, nem vagyok egy írós típus, nem tudom kiírni magamból a dolgokat, vagy soha nem írtam egy verset, még gyerekkoromban se, hogy most ilyenfajta önkifejezésem sosem volt.
szeretem, csak azt egy kicsit könnyűnek tartom, amikor valami hasonlít az én jellememhez, vagy úgy gondolom, hogy ezt kirázom ki súlyból. Mert ezt ismerem. Jobban szeretem azokat a feladatokat, amik kihívások számomra, és fogalmam sincs, hogy ezt hogy oldom meg. Most pont a legutóbbi bemutatónk a Zsoltér Sándorral, Elfrid Jelinek téli utazás darabja a házi színpadon. És ezt egyszerűen annyira nehéz volt megérteni, hogy azt gondoltam, hogy na most ebbe beletörik a bicskám. Nem megtanulni, hát egyáltalán odáig eljutni, hogy megértsem, hogy mit beszélek. Utána persze ez mondjuk eltartott másfél hónapig, annyiszor el kellett olvasnom, vagy átrágni magam rajta Zsoltérrel együtt, hogy mit jelenthet az a mondat. Tulajdonképpen egy filozófiai könyv, és ezt úgy kell csinálnod, mintha ez egy színdarab volna. Mert elvileg az játszották már máshol, de el nem tudom képzelni, hogy hogyan. Ez egy nagyon-nagyon nehéz munka volt, az életem legnehezebb munkája. És hogy érzed, hogy sikerült? Hát rettegek, minden előadás előtt rettegek. Nagyon szeretem, amikor vége van. Mert akkor úgy érzem, hogy kivágtam egy erdőt. De nincs benne úgy öröm más. Tehát az nincs benne, hogy most beletapsolnak, vagy felnevetnek, vagy fogalmam nincs, hogy a nézők mit értenek belőle. De a reakciókat azt érzed? Nincs reakció. Nincs reakció. Hát nagyon mondjuk az Eszterházi Péter az reagált, mert ő érti. És akkor ő nevetgélt, vagy hogyha ilyen író vagy tudós emberek eljönnek, akkor ők nevetnek, akik ismerik és szeretik Jelineket. Ő tavaly kapott irodalmi Nobel-díjat erre az írására. Rendkívül nehéz. De ezt így szerettem, tehát a kérdésedre visszatérve, ezt jobban szeretem, mint hogyha mondjuk a My Fair Lady-t kéne eljátszanom. A legemlékezetesebb elismerés, amit kaptál? Legemlékezetesebb? Hát talán a gyűrűim, a Rutkai gyűrűk, amiket a Víg Színháztól kaptam. Vagy amikor érdemes művész lettem, akkor kaptam egy csomó pénzt, és az nagyon jó volt. És hogy érzed, hogy milyen a viszonyod a közönséggel? Szerintem szeretnek. Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem a Víg Színházat, pont azért, mert ugye ott 1000 ember van. És az egy hatalmas jó dolog, amikor 1000-en tapsolnak, nem csak 80-an. Ugye egy kis színházban, vagy valahol, amikor például pont ez a Jelinek darab, ez 80-an férnek be. És nagyon jó érzés ez is, mint ahogy az előbb mondtam, de azért az pótolhatatlan az az 1000 ember. Főleg, amikor bravóznak, vagy bekiabál egy-kettő. Még egy példát hagyd mondjak, hogy a múltkor, pont erre a bravóra, hogy az voltam nagyon érdekes, hogy így ült velem szembe a néző, nem tudom ki volt egy férfi a téli utazáson, ugye ott nagyon kicsi hely van, és így a szemembe mondta, hogy bravó, bravó. És ez nagyon furcsa volt, mert ugye csak messziről hallod, akkora a távolság. Szóval, hogy ilyet még nem éreztem ilyet, azért, hogy valaki ilyen közelről a szemedbe mondja. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. Neked van rendeződ? Olyan, akivel valahányszor együtt dolgoztatok, azt érezted, hogy valami nagyon fontos születe? Zsoltér. Igen. És vele van legemlékezetesebb munka? Hát, 10-szer dolgoztam vele, 10 főszerepet körülbelül, de lehet inkább többet. Nagyon-nagyon szerettem mindegyiket. Van, ami nagyon emlékezetes, az Iglic nagyon régen volt, nem tudom, talán 10 éve körülbelül.
És ez azért volt olyan nagyon érdekes, egyrészt, hogy nagyon sok szerepet kellett játszanom benne, másrészt, hogy volt benne három férfi szerepem is. És utána többször is játszhatott férfiakat velem. A Kaukázusi Kréta körbe az Arcdagbírót játszottam. Akkor a Tiltilt a Kékmadárban, aki öregember, 70 éves öregember. Aztán mi minden volt, Ibusár játékszínben. Szóval nagyon sok, és mindig nagyon várom a találkozást. Sok évet kell várni, amíg az ember olyan emberrel dolgozhat, akit igazán szeret, vagy ért. Vagy úgy tud játszani, mint a homokozóval. Hogy bármi lehet, bármi. Lehet a pohár a kút, lehet a szívószál a fa, minden. És egy olyan határtalan szabadságot enged, ami igen ritka rendezőknél. Kíváncsi rám, kíváncsi a véleményemre, nem mutogat, hogy mit játszak. Elmond valamit értelmesen, és akkor megvárja, amit én csinálok, és ahhoz hozzászól. És ha jó, akkor abból valamit majd közösen kialakítunk. Nagyon-nagyon szeretem ezt a világot. Ki az, akire felnézel? Hegedűs D. Géza. És miért? Mert olyan munkabírásra van, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy annyit hogy lehet dolgozni. És ismersz hétköznapi hősöket? Van olyan, akit annak tartasz? Ó, rengeteget. Nagyon sokat ismerek, igen. Egy olyan táborba járunk párommal, én szervátültetett vagyok, az biztos tudod, kétszer volt már vesátültetésem. És gyerekeket táboroztatunk nyáron, szervre váró gyerekeket. Vagy már transzplantáltakat, vagy akik még szervre várnak. És ezek a gyerekek, 90-en vannak, ez egy alapítványi tábor, sokan jönnek szülők, jöhet testvérük, jött az egész család akár, és velük sorstársaikkal együtt nyaralnak. És van ott 20 önkéntes, amiben mi is beletartozunk, mind a ketten. És ott ők mind szervát ültetett emberek, és hihetetlen dolgokat tesznek a többiekért. Ahogy évről évre ezt a tábort ők csinálják, vagy szervezik, vagy az ő sorsukat javítják, kicsi gyerekeket képzelje, 2-3 éves gyerekeket, akik mondjuk egyszerre vár májra meg szívre, vagy májra és vesére is képtelenség megműteni, mert nincs olyan, hogy egyszerre, de csak egyszerre lehetne megműteni. És akkor az összes többi, aki túl van rajta, az segít a szülőknek, segít, hogy legyen hite ebben, és hogy talpra fog állni egyszer csak, és most megműtötték, és kirobban, mint az atom olyan, az a kisfiú. Ezeket én hétköznapi hősöknek tartom. Részt vettél a Kérem vigyázzanak az ajtók záródnak című előadásban, ahol civilekkel is játszottál együtt, illetve volt a monodrámád, a Nem senki lény, ami autista gyerekek naplóinak az írásai alapján igen. Született. Nyilván ezek során egészen más dolgokkal találkoztál, mint mondjuk a Víg Színházban. Ezek elsősorban emberként érdekeltek téged? Természetesen, igen. Úgy érzed, hogy nem beszélünk, nem tudunk erről eleget? Nem. Egyrészt nem tudunk róla. Ez a Kérem vigyázzanak, ez ugye a Rákospalotali Lánynevelő Intézetben játszódott, két elítélt lányjal. Játszottunk együtt, ők voltak a főszereplők, mi tulajdonképpen csak az Untermannok voltunk benne, ők vitték a prímet. És nem tudom, hogy egy gyerek hogy lehet bűnöző. Hát az nem lehet önmagától bűnöző egy gyerek. Ez valamitől az lett, valamilyen a szülő, vagy valamilyen olyan körülmények között született, hogy és semmi a világon nem jut nekik.
nincs más választásuk, mint hogy ez legyen. Belőlük lopnak, vagy betörnek valahova, és akkor ők ott kell, hogy nevelkedjenek évekig. Mert ott hagyta az anyja, meg az apja is, nem volt kaja, hogy a kis öcsét megetes, és betört egy boltba, megverte az eladót, és vitt nekik kaját. Most ezt én nem tartom bűncselekménynek. Az a bűncselekmény, hogy az hogy jutott oda, azt hogy hagyta valaki, hogy az a gyerek az oda mehet. Miért nem segített valaki rajta? Az önkormányzat, vagy bárki? Könnyen befogadtak? Nagyon könnyen. Ez a két gyerek nagyon könnyen. Ugye a többiekben volt egy kis sértettség először, hogy ők miért nem. Miért ez a kettő, aki választott, és ott van még 40. De hát elég hamar ezen túl tudtam lenni, mert hozzájuk is eljártam, csináltunk vers, ki mit tudott, meg elvittem őket színházba, különleges engedélyt kaptam, hogy kihozhassam őket. Már a többieket, ezt a kettőt, ezt mindig kihoztam magamhoz, meg vacsorát főztem, meg cipőt vettünk, meg színházba jöttek velem, meg erre volt már papírom, hogy vihetem őket. De ahhoz különleges engedély kellett, hogy a többieket is el tudjam hozni, hogy még 20 gyereket kivihessek a Vix színházba, és ott egy közösségi élményben van részük, hogy más ember is ugyanazt nézi, amit ő. Hiszen nem is látnak civil embereket. Vagy egy közösen élvezni valamit, ugye? Nevetnek. Akkor ő is mer nevetni. Először nem tudtak, hogy viselkedni. Nézd, szőnyeg. Nem mertek a szőnyegre rálépni, ahogy mentek, hogy... Mert nem voltak még ilyen helyen. És tudod, mi van velük? Hogyne. Tudom. Most csak az én kettőm, az kiszabadult, mind a kettő már otthon van. Az egyik Érden, a másik meg Kétje, Szekszárd mellett lakik. Majd meg kell látogatnom hamarosan, mert januárban szabadult, aztán majd elmegyek, megnézem, hogy mi van vele. Hozzám jöttek. De van egy másik táborunk is, ezeken a szervát ültetetteken kívül, amit az előbb mondtam, hogy van 22 gyerek Zalában, Becsvölgyén, a férjem odavaló. Ez egy kis falu. És ott most már az idén lesz harmadik éve, hogy tábort csinálunk az ottani gyerekeknek. Ez egy vízimalomba, egy bentlalvós tábor. 22-en vannak, és mi vagyunk velük. Főzünk, eszünk, reggeli torna, és megcsináltuk tavaly a Ludas Matyit, tavaly előtt meg a János Vitézt. És akkor bemutatjuk a falunak, kivonul az egész falu. Esténként jönnek a szülők, hoztam Enikő 6 dinnyét, hoztam 8 kürtös kalácsot, hoztam egy tyúkot megfőzni, Enikő. Mindent összeadnak, lekvárt tojást, este mindig bepakolnak, ad a pék kenyeret, azt mindig ingyen, ad 50 zsemlét, 5 kiló kenyeret, tejet hoz valamelyik gyereknek az apja, mert vannak tehenei. Tehát minden ilyen adományokból jön össze, és nagyon-nagyon várom már megint, hogy legyen. Már őket is elhoztam kétszer is a Vix színházba, kis busszal, fele még Pesten se járt, nem úgy színházba. Hát így ilyeneket. Ez nekem nagyon teljessé teszi az életem, ez a sok minden, ami körülöttem van, vagy szinte keresem is a lehetőséget, hogy tegyek valamit másokért. Azt hiszem, a gyerekekért tudok tenni. Hogy befolyásolja a játékodat az, hogy aznap hogy ébredsz fel, vagy hogy érsz be a színházba? Nagyon befolyásolja. És ezt hogy lehet irányítani? Hát nehéz. Nehéz irányítani. Egy idő után megszűnik azért. Tehát, hogy ugye az emberben biztos van egy ösztön, ami egyszer csak elkezd működni, az, hogy ott vannak a nézők, és csinálod. De nem vagyok elégedett magammal, és nem történt velem semmi. Akkor meg minek mentem be? Szóval sokszor. Remélem, hogy nem sokszor látják ezt a nézők, de én sokszor érzem ezt. Vagy hogy egyáltalán nincs kedvem.
nem mindig van kedvem. Nem az, hogy oj, de jó, most megint. Van egy-két előadás, amit mindig, tehát az, amit nincs olyan, hogy nem. Amit mindig nagyon szeretek játszani, de azért sok van, amit nem. Megfogalmazható a színpadon átélt katarzis? Tehát, hogy egyáltalán visszaidézhető utólag, hogy milyen vissza, ez az állapot? Vissza. Én most is visszatudom akármikor magamba. Persze. Elájulok. Nem, de nagyon-nagyon jó. Mi történik velem akkor? Igen. Hogy ezt így lehet-e tudni, hogy akkor mi történt velem? Nem. Megfogalmazni nem. Van emlék róla, igen, van. De az érzet. Igen, az egy érzet. De olyan is van, képzeld el, hogy velem megtörtént az, hogy nem tudtam, hogy benn voltam már jeleneten. Vártam a partneremet, hogy mikor jön már Béla. Fesztban Béla kollégámat vártam. És megyen mellettem, mondom, Béla, hova mész? Már megvolt az a jelenetünk, már benn voltunk, és még bele is tapsoltak. De már akkor 51 ére ment, tehát nem is volt szokásos, hogy abba beletapsolnak. Beletapsoltak, és még így sem emlékeztem rá, hogy az már volt. És azt nem tudtam, hogy akkor mi történik, most csak erre kérdezted, mert nem tudom, hogy mi történt velem. És tulajdonképpen ebből kezdtem el a doktorimat írni, ebből a témából, hogy mi történt az én fejembe, hova lett az a 10 perc. És mire jutottál, hogy semmire. Semmire se jutottam. 1000 könyvet elolvastam, 150 oldalt leírtam, de nem tudom, hogy mi történt. Nem tudom. Sehogyan se tudom visszaidézni, és akkor ugye az ember megijedt, hogy most ez mi volt ez? Megijedtem utána, hogy meghűltem, vagy biztos van ilyen, lehet, hogy a katartikus pillanat is néha kiesik, van, amelyikre emlékszem, de van, ami kiesik. Mire sajnálod a pénzt? Semmire. Mire sajnálom a pénzt? Hát nem jutottam még olyan helyzetbe, hogy sajnáljam valamire. Tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy gazdag vagyok, nem vagyok gazdag egyáltalán. De nem szoktam sajnálni. Ha valamit meg szeretnék venni, akkor megveszem. Milyen zenékre bulisztál kamaszkorodban? Milyen zenékre? Hát abba együttes, Bonnie M. Ilyenekre. Azok voltak az ilyen bulis. Az én, hát hányban volt az? 80-as években. 86-ban érettségiztem. Igen, akkor azok voltak. És milyen zenéket hallgatsz most? Beatles, azt is szerettem. Most? Hát most sajnos elég kevés zenét hallgatok. Operát szoktam hallgatni, de hát amúgy a jazz zenét szeretem. De úgy otthon hallgatni, egyébként meg koncerteken csak a rockot, Török Ádám meg ilyen. A legigazabb történetek alapja mindig a nők beszélgetése? Mi is ez? Legigazabb történet mindig a nők. De milyen? Miben van ez? Mindent anyámról. Jaj, tényleg. Mindent anyámról van. Nem, ez biztos nem igaz. Milyen volt a találkozás Almodóvárral így közelebbről? Erről foglalkozni vele? Azt én szerettem nagyon. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, és rettenetesen lelki dolog. Tehát, hogy igazán kell hozzá a lélek. Nagyon szerettem csinálni. Most gondolkodom azon, hogy milyen más találkozásom volt még Almodóvár, azon kívül, hogy a filmjeit mondjuk azokat láttam. Van egyébként kedvenced? Tőle?
Talán a tűsorok, azt nagyon szeretem. Két dolog közül melyiket választanád? Könyv vagy film? Könyv. Zene vagy szöveg? Zene. Gyertyafény vagy reflektor? Reflektor. Fénykép vagy festmény? Festmény. Csehov vagy Brecht? Csehov. Szoknya vagy nadrág? Szoknya. A Balaton északi vagy déli partja? Balatonnak Füred, az az északi part, igen. Fél hét vagy 7 óra 10 perc? Fél hét. Akkor még van idő.